Szabolcs község református templomában ünnepi műsorral és koszorúzással kezdődött a május 26-ai megyenapi ünnepség sorozat. A folytatást a Nagygéci Megmaradás templomában és a körülötte lévő emlékparkban tartották. Már 15. alkalommal rendezzük meg Szabolcs-Szatmár-Berek megye napját. Az időpont az helyel közel állandó, mindig május végén, egy május végi hétvégén rendezzük ezt az ünnepséget. A szabolcsi zsinatra emlékezve Szent László király és a korai magyar alapítás időszakának egy jeles történeti eseményére, törvénykedési eseményére, a szabolcsi zsinatra emlékezve, viszont a helyszínek azok a legváltozatosabbak Szabolcstól Nagygécig, a megye egyik felétől a másik feléig. Minden helyszínválasztás szimbolikus üzenetet hordoz. Nagygéc egykor önálló faluként a Párcium éléstárának számított a maga 700 lakosával. 1970. május közepén felrobbantották a gátat Romániában, és egy árvízzel árasztotta a települést, ami majdnem teljesen elpusztult. Ezután árvízvédelmi okokból nem engedélyezték az újjátelepítést, és azok sem költözhettek vissza sokáig, akiknek a házuk megmaradt. Az árvíz után 10 évvel a falu lakossága csupán 22 fő maradt, a 2011-es népszámlálás pedig csak 10 főt jegyzett. Azt gondolom, hogy ha itt a Kárpát-medencében még 1000 évig szeretnék lenni, akkor nincs más választás kereszténynek, magyarnak és hitben élőnek kell lennünk. Ezt szimbolizálja a megmaradás temploma, az a fajta üzenet, ami itt a gránitlapokon megvan, illetve azok az épületek, hogy kicsit komplexé tegyük turisztikai látványosságra és tegyük az egyházat, illetve a hitet, mindezt egybe szimbolizálja Magyarországnak, magyar nemzetnek, Szabolcs-Szatmár-Berek megyének, így a megyenapon, és azt gondolom, hogy Szatmárnak különösen. A 2 hektáros emlékparkban őshonos kárpát-medencei gyümölcsfák és 200 darab emlékoszlop található. Ezeken kárpát-medencei települések üzenetei olvashatók, amelyeket az utókornak szántak. Főleg az összetartozásról, az összefogás fontosságáról, a határtalan magyarságról szóló gondolatokat véstek fel az oszlopokra. A legtöbb üzenet, több mint 1000 darab Erdélyből érkezett. Ami ennek az üzenetnek a legfontosabb mementója az az, hogy gyakorlatilag nem hagy minket feledkezni, és a jövő generációt, tehát a fiatalságot pedig megtanítja arra, hogy még egyszer egy ilyen tudatos falurombolás ne legyen Magyarországon, amely Nagygécben és Komlót-Tótfaluban volt, mondhatni hamarabb, mint Romániában, és ezért a magyar nemzet szeretetét, a magyar identitásunkat és a itt lévő szatmári embereknek a szeretetét is sugallja ez az emlékpark, ezek az emlékoszlopok, és természetesen a gyönyörű Árpád-kori templomunk, amely eredeti állapotban lett felújítva. A köszöntők után közgyűlési határozat alapján 16 oklevelet és emlékplakettet adtak át azoknak az embereknek és vállalkozásoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a megye fejlődéséhez. A megye napzárásaként koszorúkat helyeztek el a nagygéci emlékoszlopok tövében.